programok a Külső Kapcsolatok Iroda szervezésében kerültek megrendezésre. Nagyon nagy büszkeség tölt el bennünket, hogy a Pannon Egyetem a következő 2014-2020-as időszakra egy nagyon nagy támogatást nyert el az Európai Uniós Erasmus Plus mobilitáson belül, programon belül. Megkaptuk az úgynevezett Európai Felsőoktatási Chartert, ami alapján ezek a különböző programok megpályázhatók. Több szervezet, így a Tempusz Közalapítvány, a Balassi Intézet, a Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központja, a Karrieriroda, a Hőkülügyi Bizottsága, a BEST, az ISEC, az American Corner és a Veszprém Ifjúsági Ház képviseltette magát a rendezvényen. A Pannon Egyetemnek szinte minden tanszékének és intézetének nagyon szoros és nagyon régi kapcsolata van társintézményekkel. Ezen tanszékek, intézetek rendelkeznek tanszéki Erasmus koordinátor kollégákkal, akiknek dupla szerepük van. Elsősorban tartják az aktív kapcsolatot a társintézmény szakfelelőseivel. Átbeszélik a tanterveket, a tananyagot. Ugyanis egy külföldön mobilitásban résztvevő hallgató a felvett, kint hallgatott tárgyakat maradéktalanul el tudja fogadtatni a Pannon Egyetemen és Magyarországon és az Európai Unió intézményeiben, hiszen a tananyag legalább 75%-ban megegyezik. Az ösztöndíjas bőrze és oktatói információs nap, melynek a Pannon Egyetem adott otthont, programjával teljes körűen lefette azokat az ösztöndíjas és pályázati lehetőségeket, amelyeket mind oktatóknak, mind hallgatóknak kínáltak a különböző kiállító szervezetek. Hogy történik a pályázás? Már az első év második fél évében beadhatják pályázatukat egy társintézményi látogató mobilitási programra. Megmérettetnek, a pályázatukat elbírálják, és ha ez elfogadásra került, akkor olyan egyszerű feladatok következnek, mint például a Külső Kapcsolatok Irodáján működő Erasmus irodával felveszik a kapcsolatot, és mi útjukra indítjuk, azáltal, hogy megnézzük a tantárgy ekvivalenciát, tehát már eleve úgy megy ki külföldre, hogy tudja, milyen tárgyakat fog hallgatni, és azt is tudja, hogy azokat a tárgyakat itt el fogják fogadni. Ami még fontos, hogy aktív hallgatója marad az intézménynek, akár az itt felvett tantárgyakat külföldről is tudja teljesíteni, hiszen most már van egy elmozdulás az úgynevezett távoktatással is. Tehát vannak olyan modulok, amit távoktatás formájában is tudnak abszolválni. A délelőtti programok elsősorban az oktatóknak szóltak. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a magyar oktatási, képzési és K+F szektort és az emberi erőforrásokat hozzásegítsük az európai integráció által kínált lehetőségek hatékony és eredményes kiaknázásához. Kezdte előadását Dobos Gábor, a Tempusz Közalapítvány csoportvezetője. Azt is megtudhattuk tőle, hogy a hazai és nemzetközi pályázati programok koordinálásával, képzések kidolgozásával és megvalósításával, valamint szakértői segítségnyújtással foglalkoznak munkatársaik. Őt követően Simon Ágnes, a Balassi Intézet szakmai vezetője tartott ismertetőt a Campus Hungary felsőoktatási mobilitási programról. A program egyik kiemelt célja a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését elősegítő pályázati rendszer működtetése, melynek köszönhetően egyre több magyarországi felsőoktatási hallgató tanulhat ösztöndíjjal külföldön. Délutáni előadásokon a hallgatók kaphattak részletes ismertetőt azokból a lehetőségekből, melyek szükségesek azoknak, akik szeretnének távoli országban tanulni, vagy külföldi szakmai gyakorlaton, valamint konferencián részt venni. Néhány élménybeszámolót is meghallgathattak a résztvevők. Az egyiket Hunyadi Zsuzsanna tartotta. Őt arról kérdeztük, hogy bátorítja a hallgató társait külföldi egyetemeken való tanulásra. Először is igen, bátorítanék mindenkit arra, hogy menjenek külföldre tanulni, vagy szakmai gyakorlatra, mert a személyiségüket és a nézőpontjukat teljesen meg fogja változtatni. Természetesen, hogyha szerencsésebb esetben vannak, akkor pozitív irányba fognak fejlődni, és remélhetőleg mindenkivel ez történik. Illetve a munkaerőpiacon is számos előnyhöz juthatnak, kifejezetten a kapcsolati tőkéket tekintve, avagy a professzionális nyelvhasználatot. Az előadások szünetében a bőrzén kiállító szervezetek munkatársainak tehettek fel kérdéseket az érdeklődő hallgatók.